Üdv mindenkinek, sziasztok! És akkor folytatódjon ez a kis mosogatás, jó? És most akkor elővettük, tehát tegnapi is mosogatásos videó, de hát inkább ilyen teszt dolog volt, és most akkor előkaptam a partnernek a cuccait, ki van terítve itt már szépen a, hát úgymond a rögtönzött asztalomon, és ezeket próbáljuk meg szépen megtisztítani, mert mielőtt összerakja az ember, ugye most megvan, hát a alkatrész megjött, ugye egyedül a karburátorba sajnos nem rendeltem alkatrészt, mármint membrán készletet, de először meg kell nézni a karburátorban, hogy néz ki, úgyhogy szerintem tuti kell bele, mert volt benne egy kis rozsda, amikor szedtem szét, azt láthattátok, hogy mutatom is, ott van benne egy kis rozsda foltocska, tudom mennyire látszik itt, mennyire sem, de bent van sajnos, úgyhogy ja, azt nem rendeltem, közben kutyusunk lafatyol, hát persze, hogy bele kell lafatyolni, és akkor megtisztítjuk, hát amennyire tudjuk, megtisztítjuk ezeket a dolgokat, a partnernek az alkatrészeit, jó? Igen, és ha már itt ez a mosógép, hát kicsit helyre kell pofoznom, előtte mielőtt meg kellok mosni benne az alkatrészeket, de most akkor megpróbáljuk, belső elég tiszta, látjátok? Egy-két fűszfelelvéred, az belement, nem volt becsukva normálisan. Ó, zár ez rendesen, látjátok, be is lehet ezt zárni. Úgyhogy szerintem az alkatrészek nem potyognak ebből ki. Úgyhogy a partner alkatrészeket, most amiket ide az asztalon kihoztam, megpróbáljuk ezzel a géppel kimosni, jó? Tudom, lehet, hogy hülyeség lesz, lehet, hogy nem, de nem tudom, milyen programok vannak itt, meg hogyan kell ezt beprogramozni. Majd, ja, meg kell nyomni ezt a hülyeséget, aha, csak úgy kell tekerni. Értem. Na most nem is tudom, stopp, jó, stoppoljuk le. Itt tudom, hogyan kell, egy órás vagy két órás. Hát ez nem értek, sajnos majd kihívom asszony pajtást, azt a belövi. Nem tudom, ezzel mit lehet csinálni. Na nézzetek, még anyag is van benne, úgyhogy nem probléma. Teszek bele még egy kis ultrát, meg hideg zsíroldót, meg mindent. Aztán azt a Franco Nero, mehet az ipar. Úgyhogy nincs ez a gond, meg lesz ez oldva így. Jó ötletet adott a hozzászóló. De még mielőtt elszörnyülködnétek, hogy mit akarok csinálni, ez csak poén volt. És itt van, úgymond a rögtönzött asztalon, ugye ismét kín vagyunk, nem a bűnbarlangban, mára is jó időt mond, most még elég hűvös van, mert hát meg volt fagyva a fű, de hát ugye itt az udvarban elég jó nagy árnyék van, de kint hátul telken kimentem, ott már elég jól éreztem a napsütést. Úgyhogy, na hát ide én kiterítettem, ami olyan, ami ilyen nagyobb alkatrész, úgymond. Hát ugye, ezt mondtam, a berántó rész, ezt lehet, hogy szét kell visszaszednem, mert ha ezt ki akarom mosni, ugye bent van már be a rugó, minden hülyeség, hát jó lenne kibontanom belőle, lehet, hogy szétkapom, aztán megpróbálom a rugót kiszedem, aztán vagy össze tudom rakni, vagy nem, emberek, valahogyan csak, vagy összejön, vagy nem, hát két választás van. Amikor szedtem szét, ugye még itt ezen vacilláltam is, hogy mi a franc ez a csődarab. Hát igen, innét ugye itt kapja az impulzust, ez megy bele, amit tegnap mutattam abba a kis hülye kis csődarabocskába. Hát ez kitörténét, sajnos ez kitörténét, ezt majd valahogyan valamilyen képpen orvosolnom kell. Tehát ugye minden esetre meg kell mosnom ezt a részt, mert ez is tiszta maszati dzsúva. Hát ugye főleg a ház része, hogy minek mondják, hát ez nagyon, nagyon odáig van, az brutálisan néz ki. Úgyhogy ő neki előre megkínálom hideg zsíroldóval. Igen, írtátok, hogy ez a kandalló tisztító meg minden, hát de utána ugye hozzászólta, aki ajánlotta, hogy hát igen, erős gáza van, meg mi egymás. Úgyhogy inkább hagyjuk a fenébe, maradjunk a jó öreg hideg zsíroldónál, emberek. Ebből most megkínálom ezeket a ami brutálisabb alkatrész, már gyunyább, koszosabb, azból megkínálom a hideg zsírólóval. Ja, és a többi kis alkatrésze, ilyen csavarok, kütyük, ilyen apró csapok, ugye micsodát már ne nézzétek, csapályok, meg ezeket mennek majd, ahogy mond, a hulladékba. A csavarokat meg benzínbe szépen majd átmosom. Azért nincsenek is itt, meg mondom, eltalán a kutyussal eldöntét az asztalomat, akkor keresgethetem az aprólékot, azt külön mosom majd ott bent. Na, ha itt van minden, hát még a levegőszűrő is itt van, de hát most meglátjuk majd, mit tudunk ebből elmosni, meg mit nem. Na, akkor előkészítem itt a terepet, mert most hoztam
ilyen bödörtetőket úgymond a hideg zsíroldó alá, hogy ha itt letolom, ezt ráteszem ide, és akkor ezen tolom le, és akkor bennmarad a maszat, tehát nem folyik itt a széje az udvarra mindenfelé. Úgyhogy ez, meg van itt még egy, hát ez egy kicsit hitfányabb, de a célnak szerintem tökéletesen meg fog felelni. Annak a célnak, hogy én ezeket lefújjam. Hát ami olyan, persze, ami olyan, de most nem is hirtelen, hát lehet, nem is kell lesz. Nem is kell. Egy elég szerintem, mert most ezt, ha megkínálom ebbe, most még esetleg ennek adok, a lánckeréknek, meg mit tudom én, ennek a kütyűnek, meg hát, nem is tudom, a lentkereket, hát lehet, hogy a lentkereknek az alját is megkínálom, meg itt tudom én esetleg ezt a műanyagot, ezt le kéne, hát egy kézzel most nem tudom, le tudom, de hát le tudom kapni. Mondjuk ezt még javtekolnom kell, úgyhogy mindenféleképp ezt a gumit innen le kell vennem, azt hiszem más már itt nincs olyan, amit bántana, úgymond a zsíroldó. Hát mi a fenének nem adok, ez nem tudom mi, esetleg még ennek, mármint ez a műanyag, ez ennek még adok. Nem adok, majd később. Jó, más nem. Ennek meg, hát ezt meg ezt szét kell bontanom, meg itt is a matricára figyelnem kell, ugye. Őt meg, na még ezt a mi a fenét röntámaszt ide beledobom. Na, tehát itt akkor a tálca, és akkor ők lesznek, akik át lesznek most. Most még forrod benne a víz, addig ezeket megkínálom hideg zsírólóval. Megpróbálom úgy, hogy a matrica ne kapjon. Így, jó megkínálom, emberek, jó erősen, mert van rajt maszat dögire. Már most érzem ezeket a hülye gőzgázakat, úgyhogy nem tudom, az a kandalló tisztító milyen anyag lehet, de hát ez is elég brutális, legalábbis nekem. Tudom ki, hogy van ez a hoppa, matrica, annak nem kéne adnom. Ejjaj, mondjuk tiszta kézzel se kéne nyukálnom. Valami kesztyű nélkül, gumikesztyű nélkül, bele. Na, azt mondja, ide alok neki még alul. Ide szemből is. Úgy, néha habozzon. Oké. Na most meg kéne próbálnom. Ide alul, amit tolok. Ennek kell dögive, emberek, mert látjátok, hogy néz ki. Nem kell sajnálni tőle. Na hát, ide meg pláne. Ide meg pláne kell, ugye. Reméljük, hogy hát nem hagytam benne olyan dolgot, amit esetleg kicsit megdolgozna ez a hideg zsíroldó. Bízok benne legalábbis. Na, elég volt. Nem akarok egy flakonnal ráfújni. Jó van, ezt itt hagyom szépen dolgozni, aztán majd érkezem. És ha már egyszer kint vagyok, még a zsíroldó dolgozik, akkor meg kéne próbálnom, ugye, ezt az egészet hát szétkapni. Mondjuk jó, meghúztam, hát remélem, itt ugye megmelegítettem ezt a kütyüt is. Hát azt a gombócot most szét tudom eszedni. Hát erre nem is gondoltam, emberek. Na mindegy, egyszer meg kéne próbálnom ezt szétkapni, ha sikerül. Hát igen, imbolyog az egész, mert egy hitfány ilyen széken van az egész. Úgymond rögtönzött. A rugó ennyire fogja. Aha. Ki kell akasztanom a rugót. Csak rendesen bele van akadva a helyére. Ajaj, ez már cumi, emberek. Jó, vissza sikerült nyomnom. Addig vissza is teszem a csavart, nagy szétugó. Igaz, így is szétkapom, mert hát ki kell vennem innét, ugye, valahogyan ezt azért a belsejét is ki kéne mosnom, meg hát a külsejét is, azért a rácsokat, minden, nem tudom úgy megmosni, mert rúgom meg bám van. Na, és akkor meg kéne próbálnom. Látok, valahogyan elvileg itt is meg lehet lazítani. Egy tekerést letekerek róla, elvileg, de kijebb húzom, úgyni, és akkor mindjárt itt egy tekerést valahogyan meg lehet oldani elvileg. Így, és akkor szépen lassan, ja bocsánat, nem látjátok, ugye?
Ugyané. És mindjárt meg is lazult. Tehát így belül letekerjük a dolgokat. Akkor lehet, hogy szétcsek is. De mindenki szétkeszednem, mert jó lenne azért levennem ezt a csomót innét. Azért nem ártana. Hát ja, mondjuk hülyeséget csináltam, mert arra nem gondoltam akkor, mikor megcsinálom. Hát persze akkor azóta a lényeg, hogy megcsináljam a berántó részét, vagyis kíváncsi voltam, hogy mi a probléma. Hát talán nem nagyon melegítettem össze, mert összemelegítettem, összeolvadt egy picit. Ugye, mert a végén láttátok, egy kicsit öngyújtóval ezt a csomót megmelegítettem. Lehet, hogy kár volt, de talán szétugrik. Akkor semmi probléma, akkor lehúzom róla a berántó fogantyút, vagy minek mondják azt a műanyagot, aztán valami történni fog. Rugót kikapjuk, szétugrik itt a francba, hát talán össze tudom rakni. Hát ha nem, akkor így jártam, ugye, akkor nem tudok mit csinálni. Hát csak össze lehet rakni, hát nem létezik, hogy nem lehet összerakni egy rugót, vagy na, nézzetek oda, szét is ugrott a csomó. Oké, ezt le is kapom. Így, na most csak elvileg ki kéne, hogy akadjon most már ez a rugó. Ja, bocsánatok, a csavar meg bán van, hát így nehezen tudom kivenni, ugye? Na, ki is jött szépen, úgyne. Oké. Ezt félredobom, valahogy úgy kéne elraknom, hogy ezt tudja, hogy annak a csavarja. Na, és akkor a rugó, ugye látható, az így van bent. Tehát, végülis fordítva nem tudom majd beakasztani oda, mert az a pöcök. Ez a kis beakasztó rész, ugye az arra néz. És akkor onnétól kezdve elvileg hogyha... Talán nem tudom fordítva összetenni, ugye? Ugye jó lenne ezt úgy kiemelnem, most gondolkodok, hogy egyben megmaradna ez a rugó. Hát az érdekes lenne, mi? Hát a szétugrik. Most különösebben, hát igen, már ugrik is. Szépen engedem. Így. Úgyni. És akkor onnét kiakasztok. Jó. Hát kivettem a rugót. Ennyi volt. Na és akkor innétől kezdve nincs más hátra, mint előre. Úgy kéne csinálnom, hogy ugye ez a fele ne kapjon hideg zsírolót. Innét bentről megpróbálom, megfújom. Na várjunk itt akkor. Ez a másik tálca, úgymond. Rögtönzött tálca. És akkor erre tolok ide. Ezekbe a lukakba is neki. Mindenhova. Sőt, azt csinálom. Ez a kis vadarabocskám még itt van. Jó van. És erre ráteszem. Így, hogy még véletlenül se érintkezzen a hideg zsíroldó a matricával. Hát nem tudom, lehet, hogy nem oldja le, lehet, hogy leoldja. De egyelőre egy a belső felének adok anyagot. Hát meg ide kívülre is, ami a nagyon dzsúás, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon dzsúás, oda tolok neki, többit meg talán a meleg víz már leviszi. Ugye akarom mondani, a forró víz talán megdolgozza. Na kérem. Jó, hát most itt tartunk akkor, aztán hagyjuk a micsodát, hideg zsíroldót, hadd dolgozza át a témát. Kint is van a forró víz, emberek. Meg is van a forró víz, és akkor... Hát nem is tudom, mit dobáljak bele. Hát, talán nem árt neki. Ez a műanyag. Ez a gumi. Látjuk, mit bír. Ez a kis valami. Ez a fém darabocska. Továbbá az olajzó tudsz. Úgy. Hát a ipufogó tömítés is rajt van talán. De várjunk, azt leveszem róla. Olyaj, megint párásodtam. A kipufogó tömítést azért lekaptam róla. Úgy, erről a lemezkéről akkor ezt is beledobom. Ezt a kis műanyagot, ezt a piros olajzás, tudsz, nem tudom milyen neve. Azért mondok, azért, hogyha nem tudom milyen neve, inkább nem is mondok semmit. Ezt a gumidarabkát. Mi a fejét nem dobom bele ugye a gyújtás tudszot. A karburátort se. Ja, még ezt a valamit. Ezt a... egy alátét, ezt is beleküldöm. Ez csere lesz ugye, ez nem érdekes. A kipufogó meg lényegében azt majd áttolom valamivel, emberek, jó? Na, aztán akkor neki kéne állnom egy kicsit takarítgatni itt most már.
Ugye első körben akkor most már fölhúzom a gumikesztyűt. Biztos, ami tuti. Egy. Mert hát ugye most nem csak a forró vízé a főszerep, hanem a hideg zsirollói is lesz. És elég brutális. Hát nekem számomra brutális, hogy kinéznek ezek a dolgok, úgyhogy muszáj, sajnos muszáj ezt most föltennem, mert ennélkül nem merek nekiállni. Na most megpróbálom ezt a forró vizes cuccot. Hát megpróbálom így el a natúre. Hát lehet, hogy kellett volna valami kis anyag bele. Ebből a gumi jobban lekapja, de így is szépen úszik már az olaj a tetején. Úgyhogy valamit biztos, hogy levett. 100%. Na, kezdjük akkor ezekkel az alkatrészekkel. Ide teszem még ezt a kefét, ugye amit hideg zsiroldóztam. És itt a kis edénykém fölött fogom ezt most mosni, vagy ez a, úgymond a, mi a fene, vödörtető. Hogyha belefolyik a cucc, akkor ide folyjon be, nézzetek, ennyi fényesebb egy kicsit az anyag. Lehet, hogy le kéne fújnom itt errefele is ezt az anyagot, a lentkereket úgymond. Kicsit fényesebbé tenni a dolgokat itten. Mindjárt fényes, kis fényt vinne napomba, ugye? Úgyhogy adok is neki, hadd dolgozzá ezt a felét is. Ide fel is dobom. Ide teszem vissza. Adok neki fentől, és aztán várunk. Na, jöjjön akkor a kis olajcuc. Olajpumpának a műanyag része. Tegnap ugye ugyanért mostam el a húsvárnál, szinte ugyanez. Mondjuk itt nem találok, nem látok olyan stiftet, ami a húsvárnában benn volt. Lehet, hogy valamivel különbözik, de nem sokkal. Szépen le is kapja erről is. Ugye most hagytam egy kicsit azért továbbázni őket. Nem egyszer álltam neki mosni, hanem hagyd dolgozzá az egészet a hideg zsiroldó. Hát most belemerek nyúlni, igaz most hoztam ki, tényleg tiszta tűz, forró a víz, de a gumikesztyű talán nem olvad rá a kezemre, a vízokben. Akkor jó nézek ki. Akkor aztán jó nézek ki, emberek, hogyha az is ráolvad a kezemre. Na ezt elég szépen ki is tudtam mosni. Látható, hogy ahogy nem tudom. Elég szép. Még azért adok neki egy adagot, kicsit hadd dolgozza. Így aztán. Úgy, né. Na nézzük meg ezt a kuplungot is. Ó, de szépen szedi le az anyagot róla. Úgy, szépen. Hát itt talán még a csillagok közt is ki tudom pucolni. Már úgy értem, a fogak közt, inkább így mondom, csillagok közt, nem megyek azért föl az égbe, emberek. Abszolút. Hát a belső fejének nem adtam, viszont akkor most adok neki egy adagot, aztán hadd szóljon, hadd dolgozza. Na itt van ez a kis műanyag valami. Nem tudom ezt mennyire bontotta meg úgymond a hideg zsiroldó ezt a vastag maszatot, de látom elég szépen lejön róla talán. Ezt ugye egy kicsit módosítanom kell, mert ugye ebből kitört az a kis csövecske, úgymond ami az impulzust fogja majd kapni. Aztán ez gáz. Na milyen szél kerekedik még a végén, pedig aztán ma szép idő lesz, máma is 12-13 fokot mondtak. Még a végén szél lesz itt. Na kérem, arra nézzetek. Azért kicsit szebb, ugye? Na még egy adagot küldök neki, aztán jobb lesz talán. Úgy. Hát kérem, kivettem a kipufogóból ezt a kis kütyüt. Majd egy kicsit a kamerát megpróbálom lejjebb engedem, így. Így, oké. Na, kivettem ugye ezt a kis betétet.
Hát nem tudom, egyelőre egyszer megpróbálom ezzel megpucolni, ami lejön, lejön, ami nem, az meg majd csiszolóvászonna, vagy a dörzsivel, vagy valamivel szépen megpucolom azt is. Oké, hát, nem tudom mennyire lett tiszta, mennyire se, de ennek már nem adok több mi a fenét. Hideg zsíroldot, ezt már beadom ide a kipufogóba, aztán jó van. Na, mi van még? Hát ez a nagy böszme. Hát ezzel nem is tudom, mit tudok csinálni. Na, megpróbáljuk. Megpróbáljuk ezt a részt. Oda nézzetek azért. Hát nem az, hogy szépen leviszi, de szerintem még egy jó adag kell neki. Szerintem, hogy lekapja, mert ez szerintem még gyönge penge. Még nem, vagy nem dolgoztál rendesen, vagy kevés neki az anyag. Kevés neki. Hát az elég vastagon rá volt rakódva. Igen, ez még itt még rendesen rajt van. Itt még rendesen a forgattyús hát alatt rész, ott úgy ahogy, mert ugye benne állt az anyag, ott azért jobban megdolgozta ez a hideg zsíroldó. Ajajaj, ezt a fenyét belántó részt is arrébb kéne ígyni, mert akkor nem kéne tartogatnom. Hát emberek, nem tudom, ez mennyit ér, de oda elég kicsit jön elő a színe, de aztán ez nagyon, nagyon makacs, nagyon vastagon rajta az anyag, nagyon-nagyon vastagon. Itt, ahol vékonyabban van, ott látható, ott szépen le is vette, ott szépen meg is tisztult. Hát itt iszonyú vastagon rajt van szerintem. Meg hát itt ugye lefolyik róla, a függőleges részekről meg lefolyik. Kérem, első körben, első kör putolása, hát ilyen lett egyelőre, hát még igen, még hagy ezt kívánni valót, úgyhogy még egy kis fürdőt adok neki. Na, még egyszer akkor a lentkereket megnézzük, jó? Most már a külső felét, mert mint a ezt a részt is egy kicsit átpucolom. Talán most már azért, ezt a csavarót kidom minden, mert tiszta maszar, így is már majd át kell mosnom normálisan, mert most az kapott rendesen az élettől. Ebből a hideg zsíroldós maszatból. Oda nézzetek, azért így azért mindjárt más lesz egy kicsit. Hát tudom, hogy babra munka, meg ilyesmi, meg olyasmi, de hát valamit valamiért azt szokták mondani, ugye? Ha nem csináljuk meg, akkor lehet, hogy nem lesz jó most, de nem azt mondom, jó lesz motorikusan. Hát majd kiderül, emberek. Majd a végeredménynél kiderül, az utolsó dolognál, mikor össze lesz építve. Na kérem, mind új korában úgy csillag, ugye? Oda nézzetek, mind új korában. Na, ezt ma félre is teszem ide, sarokra. Kuplungrész, hát a kuplungrésznek ugye a belsőnek adtam egy kis anyagot. Így másodkörben. Akkor már külsejét is át kell neki, kívül is mindenhol, hogyha maradt, vagy lejön róla valami esetleg még.
Oké, és oké. Na, és akkor már szép fényes. Oké. A berántó rész, ezt nem ártan egy kicsit első körben átdörgölnöm, hogy mi jön le róla, mi nem. Aztán így amikor be lett fújva vele, ezzel a hideg zsírolóval, hát hossal belül még kicsit marad rajt kosz, az szerintem annyira még nem olyan veszélyes, ugye emberek? Ezekből a kis pici lyukakból kivarázsolni, hát... Majd fülpucoló kéne ide, vagy valami is tudom, mi a fene. Ezekből a redőkből szépen ki lehessen pucolni a magát ezt a koszt. Azért jön ki belőle látható. Hát ami nagyon felület, az könnyen megpucolni, ugye? Mert azt lekapja, de ugye ezeket a kis vékonyka, kis rácsokat, rácshozatokat, ezt nehéz van, és főleg bentről kipucolni. Hát azt szerintem nem is tudom, de itt a rugó helyét azt meg tudtam tisztítani. Kicsit bele mártanám, amik így bele tudom ezt a részt mártani, oké. Meg ezt a részt is bele tudom, csak hogy a matrica ne kapjon nagy-nagy sokkot, úgymond. Na nézzetek a lényját kicsit tisztában. Úgy lenne jó beledobni egy kicsit hadázon, csak ugye így is már megvan koffed a matrica, ott középen látjátok, hogy kicsit megvan úgymond pattanva, vagy hát ja. De ha tudom, akkor megmentem. Ha tudom. Ha nem, akkor nem. Hát akkor nem tudok mit csinálni. Így ezt a részt még átlegyböljük, persze összetapogatom mindig zsuhás kézzel, úgyhogy sose lesz tiszta. Úgyni, látjátok, most már kívülről is azért, azt nem mondom, hogy gyári, de valahogy, valamivel szebben néz ki. Na, bemegyek ultráért, aztán jövök. Itt az ultra, próbáljuk ki akkor az ultrát. Na, próbáljuk ki mondjuk ezen, elég makacs a szennyeződés. Kicsit viszek rá. Hát nem tudom, mondjuk így jó lesz-e. De nézd, de viszi. Hát, hogy vizesebbe kéne belemártanom. Jó. Hát meg van ez a folyékonyabb útra, lehet, hogy az jobb lenne. Hát nekem csak ez van itthon sajnos. De mondjuk lehet, hogy ezt is micsodával kell átnyomnom hideg zsíroldóval. Lekapatni, jobban lekapta volna róla mindez. Na mindegy, hát azért levette a nézetek. Látjátok, azért viszi. Azért jó ez az anyag, tényleg. Hát persze, kezemről leviszi, akkor innét is le kell, hogy vigye az olajos maszatot. Úgy. Ez a legjobb emberek, én azt mondom nektek, én nem tudom ki miben mossa, persze van, aki kesztyűbe dolgozik, meg ebbe-abba. De én mindig ezzel az ultrával mosok kezet, ez úgy leviszi, mint a franc. Ez jó anyag. Nem is büdös, ugye, mint a hideg zsíroldó. De az is viszi, nem arról van szó, csak hát az büdös. Akkor ezt a kandalló cuccot el is felejtem már most. Ezt a kandalló tisztítót, nem szeretnék tényleg mindenféle gázokat, gőzeket pluszba beszívni. Úgyhogy az szerintem nálam már felejtős. Maradunk ennél a megoldásnál. Szerintem látható. Azért a célnak ezek a dolgok is, hát mondjuk ezt is meg kell volna inkább idegzsíroldoznom. Mindegy, most fölpult, és adok neki idegzsíroldót. És akkor megint itt van ez a nagy váz, így minek mondjam, hát reménykedjünk abban, hogy a második adag zsíroldó, meg most ugye zsíroldós vízben van az alja is, talán jobban le tudjon most mosni a maszatot róla. Hát ha mi nem jön le, azt nem tudok mit csinálni, most még egyszer adok neki egy kis hideg zsíroldó, nem tudom, de ezek a hülye kis merevítések, vagy nem tudom mik ezek, azok a kockák ugye itt, hogy onnét nehéz kipiszkálni sajnos. Az ugye úgy lenne, hogy bedobnám valahova, aztán ázni, hagyni. Jaj, ezt az elejét nem mostam le. Azokat a bordákat, hát az hülyeség. Amik az kár volt, pedig azt le kell volna mosnom előtte, vagy lenagyolnom úgymond ugyanúgy, és akkor talán most már könnyebb dolgom lenne, de mindegy.
Itt is vagyok, és hát így, ahogy el tudtam őket mosni, pucolni valamilyen szinten. Hát ilyen lett, amilyen. Hát ugye a fűrésznek a testrésze, maga, nem tudom, hirtelen minek nevezzem ezt a valamit, így néz ki. Hát egy-két kis gödröcs. Hát azért csak betrólkodik. Egyszerűen nem bírja megállni, ne trólkodjon bele. Na, hát így tudtam, minden kis apró lyukból nem tudtam kipucolni a koszt, de azért én azt mondom, hogy egész másképpen néz ki. Itt a forgattyúszál belső fele is, ugye. Ő is valamennyivel szebben néz ki itt az oldal. Hát az aljával, bocsássatok meg, de nem foglalkoztam, mert hát amennyi kijött, az kész. Úgyis, ha leresztéve a gép, az így lesz, tehát nem fog látszani, jó? Donvédség, ott kell összesöpörni, csak a papok táncolnak, ugye. Na, mondjuk, és mit meg tudtam tartani magát a bilétát, és ezért nem akartam forró vízbe beletenni, ázni, mert az lenne neki a tuti, ugye, kicsavarni mindent, és forró vízbe belevágni, aztán egy darabig hadázan, és szépen kiázott volna belőle minden kis, ezek a kis hülyeségek is. De hát, jó, nézzétek el, nekem ez most ilyen lesz. Ugye ezek az a kis apróbb, cseprőbb alkatrészek is, lentkerék, minden láthatátok, hogy menet közben ezeket. Nem tudom, hogy a videóban mennyit hagyok benne, mennyit sem meglátjátok. Ugye itt majd még javítanom kell, mert le van törve ez a kis kinyúlvány innét, ami belemegy a kis impulzus csövecskébe, a hengerbe. Hát azt majd van, mert pótolnom kell. Vagy pedig valamely John szeretnek az alkatrészét, mert ugyanezt szerintem felhasználom. Ez helyett. És akkor itt a berántó rész. Ő is meg van tisztulva valamilyen szinten. A matrica szépen megmaradt, hát a belseje. Így néz ki, hát ennél jobban emberek. Nem tudtam így megpucolni, hogy a matricát is megvédjem. Úgyhogy, hát ilyen lett a pucolandó. A mai napi pucoltalkra néztek. Ugye most a partnergépről volt szó. Ez a partnergépnek a sorozatában lesz majd feltöltve. És ott láthatjátok a következő részt, nem mondom fejből hányadik, valahányadik majd meglátjátok, és akkor itt vannak ugye amik még hátra van. Hát ugye gyújtás, kipufogó, meg ugye a karburátort, ezt lipityára kell szednem, mert láthatjátok, bent rozsda, oxidáció, minden, tehát őtől még félek egy picit, hogy őszinte legyek, hogy mi fogadott benne, ezt még nem szedtem szét, ugye a másikat szedte, ez is egy, ugye mutattam azt, ami Valbro karburátor, a másikat már szétkaptam, amit kaptam mellé, hát az is elég csúnya állapotok urakodtak a belsejében, hát nem tudom ennek milyenek lesznek, és ugye itt vannak a különböző ugye kötéltárcsa, meg az apró cseplők, csavarkák, meg mi egymások itt figyelnek, őket meg benzinfürdőben majd átmosom. Úgyhogy egyelőre akkor itt tartok, a henger úgy, ahogy meg van tisztítva szerintem, a különböző alkatrészei meg vannak tisztítva, ugye azok még hátra vannak, és aránylag már, nem azt mondom, a szélegyenesbe leszünk, de haladunk, afelé legalábbis, afelé haladunk, hogy kész legyen ez a gépezet. Oké, és akkor ennek a videónak itt vége van. Hát, napocska süt, ahol süt. Ott jó idő van, de itt az árnyékon, itt elég hűvös van. Úgyhogy elég volt aztán a mai napból. Már szerintem még dél sincs. Majd meglátom, hogy lesz-e kedvem esetleg azt a karburátort, megnézzük belülről. Mert az még azért hagy kívánni valót szerintem. Úgyhogy eddig jutottam, láthattátok. Tehát most is ugyanazt a technikát alkalmaztam, mint tegnap. A mosás alkalmával, tehát ugyanúgy hideg zsíroldó, sőt, most hát ugye nem is tettem bele vízbe mosogatószert, a La Natura volt a víz, itt azért hoztam ki azt a dobozos ultrát, de hát láthattátok, ugye oda is jobb, ha folyékonyat szerez az ember, mert ugye a fogkeféről ez a szemcsés ultra lepotyog, ez nem jó. De lehet, hogy meg kell másztatnom egy kicsit vízbe. Láthatjátok, erre nem is gondoltam, egy kis vízbe belekevertem volna egy kis edénybe, és összekevertem volna a vízzel, és akkor mindjárt hígállagú lett volna. Hát, hoppácska, most úgy utólag beugulott, de mindegy, lényegtelen. Tehát jó az is szerintem, meg lehet oldani azzal is, a kisebb szennyeződéseket lehet kapni, de amit brutálisabb, az onnan már hideg zsíroldó, sőt, előtte egyszerűbb hard van kapirgálva, le van szedve róla a nagyja, mert láthattátok, a hideg zsíroldó se kapta le azt a vastag trutyit,
és onnétől kezdve már a hideg zsíroldó már hatni kezd. Hát láthattátok, hogy néz ki a ugye maga a vászszerkezete, vagy a testszer, nem tudom minek nevezik ezt a fűrészgépnek, ezt a műanyag részét, ezeknek a fajtáknak, mindegy. Az a lényeg ugye, hogy hát egy-két helyen benne a poszt, tehát most csavarhúzóval is már ki lehetne annak piszkálni, megvárom, még megszárad, lehet, hogy kicsit meg megkapirgálom majd, de ne legyen ott az a fekete dolog, de ugye azokból a lyukakból mi egymását nem egyszerű kijátszani. Na mindegy, azért jó báztatni. Aki nem akarja, hogy rajta maradjon a matrica vagy biléta, mondjuk ha biléta lett volna rajt, alumínium, az még lehet, hogy nem ártott volna neki, az lehet, hogy túlérte volna a forró vizet, hogyha belevágom. De ez a matrica leoldódott volna róla, ezt szerintem azt eltűnt volna. Így meg azért látom, hogy így, nekem így szép egy gép, hogy rajta van minden kis matrica, kütyű, ez az. De hát ugye nem mindenkinek van így sajnos, ezeket a gépeket, amiket kapok vagy szerzek, ezek a roncsokat, ezek már ugye hát, dobálják, ütik, verik, meg mi egymás, talán még őthöz is csapják párszor, ha nem megy. Jó. Aztán majd valamikor folyt köv, jó? Azt nem mondom mikor, de valamikor folyt köv. Mindenkinek a legjobbakat. Csákány. Sziasztok!